Emléktáblát avatott városunk az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emlékére a Helytörténeti Múzeum utca frontján. A Magyar Honvédelmi Minisztérium és Ercsi város önkormányzatának együttműködéseként Ludman Sándor hősi halált halt honvéd emléktáblája került leleplezésre az ünnepség részeként. A Honvédelmi Minisztérium együttműködve az adott helyi önkormányzatokkal és társadalmi szervezetekkel emléktáblát állít azoknak a magyar katonáknak, akik magyar katonaként egyenruhában 1956. november 4-től kezdődően a szovjet csapatok valamely tagjának, egyenruhás tagjának fegyverétől estek el, haltak hősi halált. Itt most Ludman Sándor emléktábláját avatjuk fel, aki honvéd rendfokozatban Gyulafirátóton halt hősi halált 1956. november 5-én. Ez az az alkalom, amiért most mi összejöttünk. Az emléktábla felavatása után a résztvevők fáklyákkal a kezükben előbb a Szent István térre, majd a Szabadság emlékműhöz mentek kegyeletüket leróni.